Családostól átvilágítás nélkül jöhetnek az orosz és belarusz vendégmunkások Magyarországra. Ugyanitt Magyarország szégyelje magát, amiért nem enged be ellenőrizetlen migránsokat a közel -keletről. Az imént a Forbes, igen, jól hallottad, a Forbes cikkét vagy címét olvastam föl, amit társadalom rovatban írtak, és azzal kezdik, hogy kémbank utáni kiskapu, kérdőjellel persze. Hát ugyan már kitiltaná meg egy amerikai, nem politikai szaklapnak, hogy magyar politikai témákat szakértsen, de hát ugye ez, ez bizonyára benne van a profiukban, és a társadalom rovatban ez bőven belefér. De ugye az a vád, hogy Magyar Magyarországra jöhetnek az ellenőrizetlenül ideáramló orosz és belarusz vendégmunkások idézőjelben. Na olvasom a cikket, és elemezzük. És már a múltkori vagy korábbi videómban mondtam, hogy lesz egy videó arról, hogy az orosz és belarusz vendégmunkások idejönnek, és ez a, a nyugati helytartóink szerint ez ez micsoda rossz dolog, meg hát ellenőrizetlenül ki lenne az a hülye, aki bárkit is beenged. Hát az, hogy ellenőrizetlen, azt azért én kérdőjelet tenném ki, de kezdjük a cikk elemzését. Tágra nyitotta a Schengeni nemzetbiztonsági kaput a magyar kor... Jó, oké. Nem, nem, tehát nem vagyok hajlandó folytat tágra nyitotta a Schengeni nemzetbiztonsági kaput. Jézus Mária, tehát ezt a Litz Benedek ezt lemeri írni, azután, hogy Magyarországot megbírságolják 200, millió, 200, millió euróra, amiért nem engedett be illegális bevándorlókat, és mai napig nem enged be illegális bevándorlókat, de azért tágra nyitotta a Schengeni nemzetbiztonsági kaput, Júliustól úgynevezett nemzeti kártyával jöhetnek az orosz és fehér oroszok. Az orosz vendégmunkás státusz nemzetbiztonsági jelentőségéről doppergés Rácz Andrással beszélgettünk, az Oroszország szakértő szerint a kémbankra rázárt ajtó helyett nyithatta ki az ablakot a kormány. Rácz András. Rácz András az az ember, akinek a nevéhez köthető az az elmélet, miszerint az oroszok mínusz 1500 tanknál járnak a háborúban, mert hogyha jelenleg elkezdenének tankokat építeni, akkor, jú, akkor jövő júliusra kijönne nekik a nulla, mert hogy ugye 3500 tankkal indultak, de már 5000-et legyőzött az ukrán néphadsereg, és akkor mindegy, hagyjuk Rácz Andrásnak, tehát már ott megbukik az egész, hogy kémbankoznak, meg Rácz Andrással jönnek de a cikk 2 sokkal pikánsabb. Magyarországon többféle jogcímen vállalhatnak munkát harmadik országbeli nem EU-s állampolgárok. Ezek közül legtöbbször vagy valamilyen típusú tartózkodási engedély, vagy az úgynevezett nemzeti kártya igénylésére kerül sor. Tehát, onnantól kezdve valaki igényel valamilyen dokumentumot, én úgy érzem, hogy már nem ellenőrizetlen. De ezt én csak feltételezem, mint kárpátaljai magyar, akinek például, amikor Ukrajnából magyar állampolgárság nélkül bárki is ide akart jutni, még a seggét is átvilágították, de konkrétan. Nem árulok el a nagy titkot, ha elmondom, hogy az előző videót is az imént vettem föl, és már nincsen hangom, annyit ordítottam, nézd el nekem, a krákokok, de na. Folytassuk. Ez nem egy új rendszer, július 8-ra, 8-a előtt is érkezett nagyszámban nemzeti kártya ukrán és szerbe vendégmunkások Magyarországra. Azóta viszont már összesen 8 országból, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedon köztársaság, Moldova, Montenegrói köztársaság, Szerbia, Ukrajna, az Oroszországi Föderációból és Belarus köztárságból is igényelhető ez a munkavállalási forma. Na már most, Ukrajnából is jöhettek eddig így munkások. Régebben is, a háború előtt is, meg amúgy is, mert rengetegen jöttek ide Ukrajnából, meg amúgy németek, tehát más országokban is mentek. Ha az oroszok bárkit is ide akartak, meg a beloruszok bárkit is ide akartak volna küldeni, akkor azt megteszik úgy, hogy Ukrajnán keresztül küldik, mert kapaszkodj meg Ukrajnában, konkrétan egy marék cukorkáért is tudsz állampolgárságot szerezni, hogyha nagyon akarsz, igazét, még csak nem is kell kamú, hogy legyen, nem is hamisat. Úgyhogy most meg főleg úgy osztogatják, mint a cukrot. Mindegy, nem akarok ebbe belemenni, mert ez már ilyen, ilyen konteuszagú, csak... Érdekes, hogy eddig se Ukrajnával, se Szerbia, se más országgal nem volt gond, de Oroszország és Belarus az az Oroszország szakértő rátszandrás, az most az az nemzetbiztonsági kockázat. Amikor valaki más országba megy dolgozni, az nem ugyanaz, amikor valaki el, vár, úgy, hogy igényel egy dokumentumot, az nem ugyanaz, mint amikor valaki ellenőrizetlen, ellenőrizetlenül masíroz végig országokon tömegesen. Tehát ezt ne, ezt ne kezdjük mindenki, aki ismert már, vagy találkozott már külföldön dolgozó emberrel, legyen az az indiai volt futár, vagy legyen az a, a németországi villanyszerelő Sanyi, teljesen mindegy, aki már találkozott ezekkel az emberekkel, az tudja, hogy ezek az emberek nem ugyanazok, mint B. Ahmed, akik átjönnek a határon azért, mert éppen nincs jobb dolgok Pakisztánban. Nem kívánom végigolvasni a teljes cikket, mert itt elképesztően hosszan ömlik ki a meleg levegő Rácz gyomrából. Itt arról ír, hogy a, hogy a, nemzeti kártya a szabad munkahelyválasztás lehetőségét is teljesen nyitva. -e. Tehát aki idejön nemzeti kártyával, az dolgozhat az atomerőműben takarítóként, meg mehet volt futárnak, meg mehet amúgy, amúgy bolti eladónak is, vagy mehet egy bankba is dolgozni. Ez, ez, Jelenleg ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent, nem értem, hogy hogyan. És itt még írja, a következő dolog, pedig, amit egyáltalán nem tudni, az a nagyságrend. Pár tucatnyi, nagyon speciálisan képzett szakemberről van szó, vagy sok ezer emberről. Ezt a kérdést tett fel azoknak, akiktől a fizetésedet kapod, a migráció kapcsán majd ugyanezeket kérdezd meg, jó? hogy, hogy ez ez amúgy pár ezer emberről szól, vagy ilyen tucatjáról, akik, akiket ellenőrizetlen engedsz be az országba. Érdekes, hogy valahogy azok az emberek, akik igazolással, papírokkal jönnek ide dolgozni, azok bűnösök. És akkor ez, hogy az orosz és belorusz emberekhez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Hadd kérdezzem meg, tehát csak megkérdezem, az, hogy, az, hogy tízezrével jönnek a migránsok a határon, az nem nemzetbiztonsági kockázat, vagy... Tehát ugye Oroszországban, ha jól tudom, meg belorus, tehát a Fehér Oroszországban nem, nem egy terrorállam, tehát nem működik terrorszervezet. Bárki bármit is gondoljon az orosz-ukrán háborúról, tehát ez nem egy terrorszervezet. Sőt, tovább megyek, még az sem biztos, hogy aki ide jön dolgozni, az Putyinra szavaz, vagy egyetért ezzel. Nem biztos, hogy van más választása hivatalosan, de úgy belül nem biztos, hogy ezzel egyetért. Ez megint csak valamilyen ilyen vók, kollektív bűnösség elve, amikor, amikor pusztán azért, mert te orosz állampolgársággal rendelkezel, te bizonyára nemzetbiztonsági kockázat vagy, de, de, a Forbes ezt képes leírni, de azok, akik konkrétan a vállaltan egy olyan országból jönnek, ahol terrorszervezetek stabilan működnek és merényleteket követnek el Európa szerte, onnan ellenőrizetlenül beáramolva, te nem jelentesz nemzetbiztonsági kockázatot. Nézem közben, hogy pikel a hang, mert megint ordítok. Nem szabad ordítnom, mert elmegy a hangom. De nem tudok normális hangnemben beszélni erről a kérdésről. Szeretem ezeket a mondatokat, amik úgy kezdődnek, hogy nyilvánvalóan. Mert ugye a nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy fogadd el a szavamat, mert egyértelműen igazam van, és nem kell bizonyítanom. Ezt jelenti a nyilvánvalóan. És amikor ilyen mondatokat látunk, vagy olvasunk, akkor mindig kérdezzük meg, hogy de miért nyilvánvaló. Ahogy ennél az esetnél is. Az már a kezdetek óta nyilvánvaló volt, hogy a bank az orosz kormány, már mint a, az orosz kémbank, amit itt orosz kémbanknak írnak le, a, az már a kezdetek óta nyilvánvaló volt, hogy a bank az orosz kormány, vagy a titkosszolgált trójai falova lesz. Kérdezem én, Miért volt ez a nyilvánvaló? Magyarázza el nekem valaki, tehát mondja el, hogy mitől nyilvánvalóbb az, hogy ez egy kémbank, mint az, hogy bármilyen más nyugati cég kémbank vagy kémcég lenne. Nem azt mondom, hogy, hogy nem lehetséges, mert mi, mi, miért ne? Tehát, hogy abszolút miért ne? Tehát miért ne használnák ki? De hogyha ez egy kémbank, akkor más országnak a külföldi bankja vagy cég, ami itt van Magyarországon, az miért nem kém? Az miért? Tehát, hogy miért csak az jelent fenyegetést, miért csak az az ország jelent fenyegetést, amelyik, amelyik egy két vagy három háborút robbantott ki eddig a világban az elmúlt 20-30 évben, és az miért nem jelent fenyegetést, amelyik gyakorlatilag évente három háborút robbant ki demokratizálás címszava alatt nem azt mondom, tehát, hogy itt nem arról van, hogy az egyik jobb, mint a másik, mindkettő egyformán rossz, hogyha, hogyha morális szempontból vizsgáljuk, de tehát Magyarázza el nekem az Oroszország szakértő Rácz András, hogy az egyik szuperhatalom, amelyik a saját érdekeit nézi, az mivel rosszabb, mint a másik szuperhatalom, amelyik a saját érdekeit nézi. Tehát, hogy mivel, amikor az, az amerikaiak Obama alatt lehallgatták Merkelt, bizonyítottan, akkor valahogy senki nem beszélt amerikai cégek esetében nemzetbiztonsági kockázatról. Kérdezem én, miért? Itt Rácz András megint megszakértette a világot, és azt, azt sérelmez, hogy nagy számban jöhetnek be oroszok újra anélkül, hogy ez célhoz vagy magyarázathoz lenne kötve. Ha jönnek dolgozni, nemzeti kártyával munkát vállalnak. Mit nem lehet ezen megérteni? És akkor, hát de ez veszélyes. De mitől veszélyesebb, mint az, hogy kínaiak jönnek ide, vagy németek, osztrákok, európaiak? Tehát, hogy, hogy ez nem értem azt, hogy ez mitől. Tehát, hogyha tudnád, hogy Magyarországon milyen nyugati cégek működnek, hogy Budapesten milyen cégeknek van székhelye, hát az agyad eldobnád. Van egy-két barátom, akik ilyen helyen dolgoznak, és a, az ő elmondásaik alapján én csak úgy fogalmaznék, hogy a halálcsillag ezekhez a helyekhez képest egy gyermek megőrző a McDonald'sban. Újabb szívemnek kedves mondat. A letelepedési kötvényeknél például lehetetlenül rövid határidőt szabtak ki a nemzetbiztonsági ellenőrzésre, amit annyi idő alatt nyilván nem lehetett rendesen megcsinálni. És ebben komoly potenciális nemzetbiztonsági kockázatot látok annak függvényében, hogy hányan jönnek. Nyilván nem lehetett rendesen megcsinálni. Tehát, hogy nyilván az az ember, aki hajlandó kifizetni negyedmillió eurót azért, hogy öt évig itt lehessen, azt nyilván nem lehet megfelelően átvért. Ezek a nyilván szavak, ezek, ezek jellemzően olyan eseteket írnak le, ahol a szakértő mindenről tudja, mi történik ott azokon a helyeken, ahol ő nincsen jelen. Ezt jelenti a nyilván. Jó, tehát, hogy itt ez még van egy pár érdekesség. Már ott azzal, hogy a Forbes azzal kezdődik, hogy kémbank, már itt megbukott az egész. És azért, mert még az objektivitás látszatára sem ügyelnek. Még egy picit halványan sem próbálják azt mutatni, hogy de hogyan is akarnának objektivitást, mint amikor Rácz Andrással beszélgetnek. Tehát Rácz András esetében nem tudsz objektív lenni. Azért nem, mert Rácz Andrást, vagy Andrást úgy képzeld el, hogy van neki egy nagy szemüvege, amit ilyen zöld amerikai dollárból sodortak, és azt egy valaki rátette az ő fejére, üveg sincsen benne meg lencsese, azon is az említett bankjegyek így lógnak le, és így takarják, tudod. És akkor ő mindent egy ilyen ezen a szemüvegen keresztül lát. Tehát ami Amerikából jön, ahonnan nyilván, és akkor ugye nyilván egyes elemzők fizetése is, ami Amerikából jön, az mind jó, fantasztikus, csodálatos, szuper. Ami amerikai érdekből jön, az is szuper, fantasztikus, csodálatos. Ami nem amerikai érdekből jön, esetleg orosz érdekből, az mind rossz, rossz, nagyon rossz, nagyon, nagyon rossz. Az, az mind, ugye, értelmszerűen ide tartozik. És e, tehát mindent arra kell levezetni, tehát ez az axióma, és mindent ehhez igazítunk. Ez olyan, amikor, amikor a te egy kalapács vagy, és a valóság pedig egy szög a fejedben. És akkor mindig, minden áron arra kell hajtani, amerre, amer, amer azt, amer azt te akarod, hogy hajoljon. Csak hát ugye a valóság nem ennyire hajlékony dolog, az a baj. Mert Rácz András a geopolitikai szakértelem pulai Andrása. Tehát konkrétan ennyit tudunk Rácz András nevéhez kötni. A másik meg az, hogy jelenleg olyan irányból kapjuk a kritikát az erről, mert most ezzel van tele a haladó sajtó, mert tényleg ezzel van tele, és a 444 is, ahol megjelent Bedemárton, azóta már herétlenített Bedemárton cikke, mi szerint az a baj, hogy tovább mennek, zárójában a migránsok, ugye azok a portlákok, akik szerint az a baj, hogy tovább mennek a migránsok, azok most azt mondják, és nem jelentettek nemzetbiztonsági kockázatot, a, a millió számra beáramló emberek a, a, az olyan országokból, ahol terrorszervezetek szervez, terror legálisan működtek, ezek most azt mondják nekem, hogy az orosz vendégmunkás, aki, aki igényel egy kis kártyát, hogy ide jöjjön dolgozni, mert nem, de nem tudjuk, hogy hányan jönnek, lehet, hogy tizen fognak jönni, lehet, hogy tízezre nem tudod, de ezek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ellenben a millió számra beáramló emberek a közelkeletről nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, tovább megyek. Az, az, a, az, a, világnézet, vagy ideológiát képviselő portálok csokra együttese, és a pressa monofon szerint jelenleg ez nemzetbiztonsági kockázat, de ők akarnak Ukrajnának EU-s tagságot adni, ahonnan szintén így, áramlanak így áramlanának be az emberek az EU-ba, az szintén nem nemzetbiztonsági kockázat. Tehát Ukrajna az az ország, ami Oroszországtól csak nevében különbözik, ideológiában, mentalitásban egy kicsit sem. Tehát nehogy azt higgyük, hogy Ukrajnában más lenne a felfogás, mint Oroszországban vagy Ugyan Ugyanaz, ott éltem, nekem senki nem mondja, hogy milyen, mert aki nem élt ott, az nem tudja, ott éltem, tudom jól, hogy milyenek. Ilyenek, ez az ukrán mentalitás. Pont ugyanolyan, mint a többi, többi ország abban a térségben. Az orosz, meg a be ugyanaz. Tényleg. De ott az, 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 hogy ideje, tehát ezek ugye évekig hallgattuk azt, mert évekig hallgattuk, hogy, hogy nehogy kettős állampolgárságot kapjanak a kárpátai magyarok, mert ezzel megnyitjuk a kaput az ukrán maffiának. Ezt hallgattuk sokáig, nagyon sokáig, én is hallgattam. De most, hogy Ukrajna EU-s tagságot akar, és, és, olyan törvényeket fogad el, amit egy észak-koreai diktatúra is aztán, hogy hű, ha a fiúk azt ezzel jó kitaláltátok, tehát még észak is megvonná a szemöldökét, most ez az Ukrajna jöhet az EU-ba, és ez nem nemzetbiztonsági kockázat. Meg az Ukrajna működő maffia sem nemzetbiztonsági kockázat. Sőt, az Ukrajnában harcoló nácik sem nemzetbiztonsági kockázat. Vagy nem tudom, hogy hogy kerültek a, a, ezekre a katonákra germán napszimbólumok. Mindegy, lényegtelen, nem akarok ebbe belemenni. Csak ezen is ismételten felhúztam magam, mert amikor Rácz András szakért valamit, az általában olyan szokott lenni, amivel érdemes foglalkozni, mert, mert hogyha ha túl nyugodtan apod, vagy túl logikusan gondolkodsz, akkor az így jól leszedelték. De ennyi volt mára, és úgy látom, hogy a, nézem közben a laptopon, a hang már kevésbé ugrik ki, meg kevésbé üti ki a, a, a mikrofont, ami jó, mert legalább nem ordítom túl a beállításokat. Borzasztó, tehát én, én, amúgy most ezt tudjátok, én itthon videózom, itthon ülök jelenleg, és itt azért is csuktam be az ablakot, mert itt a szomszédok azért felfigyelnek, hogyha itt üvöltözöm bent. De az a lényeg, hogy én ezt most itthon késztem ezeket a videókat, és ilyenkor ilyen saját technikával próbálom ilyen kis mezei módszerekkel megoldani a rögzítést, és reménykedem benne, hogy hogy a videó végére nem esik össze a rendszer. Na, de nem akkor most nem erről van szó, hanem arról, hogy Ukrajna, meg Oroszország, meg Rácz András hogyan szakértik meg egymást folyamatosan, és főleg már erről sincs, mert végeztünk már, úgyhogy iratkozz fel a csatornára mindenképpen, kommentelj, lájkolj, és oszd meg a videót a barátaiddal, mert ezt nekik is tudniuk, hogy Rácz András mekkora egy szakértő. Na csá!